A halak csillagképe. Ezt a címet viseli a 2022-es év természetfotója. Az alkotó Daróczi Csaba tavaly az év természetfotósa címet is kiérdemelte a Naturárt pályázatán. A 2022-es kiírás legjobb alkotásai Nyíregyházára is megérkeztek. A vándorkiállításnak a Váci Mihály Kulturális Központ adott hont. Itt most azt mondhatom, hogy egy abszolút best of van, mert a hely adottságait figyelembe véve a 130 kép nem férte, úgyhogy még tovább válogattuk az anyagot, körülbelül 80 kép van itt most a Váci Mihály Kulturális Központ földszintjén és a galéria szinten kiállítva. A kiállítás nyitó eseményén Úrich Attila Nyíregyháza alpolgármestere és Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke is köszöntötte az egybegyűlteket. Nyíregyháza megyei jogú város, vagy beszéljünk akkor Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéről is, tehát egy olyan vármegye és egy olyan megyeszékhely, amely rengeteg természeti kincsel rendelkezik, rengeteg természeti értékkel rendelkezik, és olyan egyedi élővilágot tud megmutatni az ide látogatóknak, amely tényleg egyedülálló. És ezért nagyon fontos az, hogy ez a kiállítás ez minden évben itt is jelen legyen. Az év természetfotósa 2022 kiállítást Csutkai Csaba fotóművész nyitotta meg. Többszöri zsűrizésből, több ezer képből választották ki azt a 100-110 darab képet, ahol maguk a zsűri tagok is szinte vérre menő vitákkal mentek, nem csak a díjazásokért, hanem egyáltalán a falra kerülésekért. Én úgy gondolom, hogy itt a képek között, ami most itt ki van állítva, számomra a nonfiguratív, egy kicsit elvontabb témát, ami talán mindig jellemző persze a természetfotóra, hogy a megismételhetetlen, és hát azoknak a dolgait újra és újra reprodukálni nagyon-nagyon-nagyon nehéz dolog. Nem tudok kiemelni egyet, inkább ezeket a kategóriákat, ahol a nonfiguratív, egy kicsit absztraktabb képek, ami a művészébb dekorát dolgoknak, ez a személyemhez kötődő dolog, de mélységesen tisztelem azokat, akik aznak a pillanat művészetében élték bele magukat, felkészülték, ismerték az állatok vagy a növények természetét, tudták, mikor kellett oda menni, ha valami hiányzott, akkor oda tették azokat a plusz fényeket. Minden elismerésem az itt lévő alkotóknak, és gratulálok nekik. A Természetfotósok Országos Szövetsége tavaly 30. alkalommal hirdette meg pályázatát, amelyre 197 fotós, több mint 3500 alkotása érkezett be, ezekből pedig 120 kép jutott be a döntőbe. A lélegzetelállító pillanatképekből nyílt tárlat december 31-ig látogatható a nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Központban.